Sziasztok, üdvözlök mindenkit a szobám fuvaron! Nagyon régóta tervezem már ezt a videót. Ma itt az ideje annak, hogy megmutassam nektek, hogy hogy is néz ki a szobám. Először is, ahogy bejöztek a szobámba, egyből az ajtó mellett itt lesz a sminkasztal. Itt található a Nanolip lámpám, amit streamelésre használok. Szoktam készülni. Itt vannak, ha kihúzod ezt a fiókot, itt vannak a babatörlők, ami sminkamosónak használok. Itt vannak a vitaminjaim, amik naponta szerintem kéne, nem szerintem ma, de megpróbálom minél többször egyébként bevenni. Itt vannak az alapsminkém, amit alapjártól szoktam használni. Ebben van az összes rúzsom, amit alapjáraton nem használok minden nap, nem szoktam rúzsozni, csak ha szeretnék valamiféle különleges sminket csinálni. Mellette vannak a sprék, ez ilyen body spray, ugye amikor elkészülsz, felrázom, és akkor csak fújok egy kicsit magamra, és ilyen nagyon jó illata van. Itt vannak a fülbevalóim, itt pedig a gyűrűim vannak, vagy az ilyen nyakláncra való kis mini medáljaim. A sminkes asztalom mellett van a kicsi, kisebb, úgymond vékonyabb polcom, amin tartom és gyűjtem az összes DVD-ket. Fölött található a rajztáblám, és ilyen gyűjtő vagyok kinda, szóval minden is, ami tetszik és cuki, azt gyűjtöm. Az első polcon található az anime sor. Itt található az összes anime, amit szeretek nézni jelen pillanatban. Itt legfelül van egy Death Note listám is, csak ha kirakom ide, valamiért magától leesik állandóan, szóval inkább szeretem itt fent tartani biztonságban, és biztos vagyok benne, hogy akkor nem fog leesni. Egyen lentebb található a Marvel section, megpróbáltam megvenni az összes Marvel DVD-t, és itt középen beraktam a Vampire Knight mangámat, mert fentre nem volt hely. Egyen lentebb van a Disney section, itt tárolom az összes Disney-t, amit szeretek nézni. A sarokban szeretem tárolni a Nikon kamerámat, amivel fényképeket szeretek jobban készíteni. Ez Nikon D3300. Alatta található meg az Universal Dreamworks mesék, plusz a Monster High. Alatta található az összes Barbie mese. Legalul található az összes sorozat, amit szeretek. Jelen pillanatban nem tudtam persze mindet megvenni, sajnos, de próbálkoztam minél többet. Közvetlen a DVD polc mellett van a TV és a TV szekrényem. A TV szekrényen tárolom az Xbox játékaimat és a Nintendo Switch játékot. Ezt egy polc raktam, mert nincs olyan sok DVD-m, és így úgy éreztem, hogy ez így együtt nagyon jól fog kinézni. Mellette található a CD lejátszom. Nagyon sok K-pop albumot vettem, mert szeretem a K-pop zenét. Hatalmas Harry Potter fan vagyok, szóval az a rész, az csak Harry Potter, és a mellette lévő kizárólagosan is horror. That you are defeated or broken into pieces or right before you perform you get cold feet. Itt tartom a macskámnak az etető és az itató tájait, és mellette a kedvenc dobozát. Ebben a sarokban van egy sarok mini polcom, ez egy kis picike, és azon vannak azok a DVD-k, amiket kevésbé nézek, szóval azokat ide beraktam, mert itt tökéletesen szép hely van, és mellette van a cicafám, én cicafának hívom, amúgy macskakaparó, ha jól emlékszem, és itt szoktak állandóan feküdni a cicák, hogy ezt streamálok, ha játszom. Nagyon szeretik ezt a fát, szóval nagyon örülök neki, hogy megvettem. Például, ahogy látjátok, Milo állandóan ott alszik a tetején. Itt tárolom a nem
elkészült festményemet, amit streambe festettem, hát azóta sincs kész. Mellette van a másik cica kaparó, amit Szól nagyon szeret használni. Általában, amikor játszok, Szól fel szoktam emelni, és ide szokott lefeküdni, és nézni szokott kifele. És közvetlenül mellette van a PC setupom. Yay! A PC fele van egy Sword Art Online-os poszter, amit imádok, ez a kedvenc animém mai napig. És mellette két oldal, az a festmény, és az a festmény, én festettem. A sarokba az ablak mellé raktam az asztalomat, mert úgy éreztem, hogy amikor streamelek, a fény az sokkal jobban jön felém. Itt van két oldalt a két lámpám, amit használok streamelés, az nagyon erős a fénye, ezt lehet változtatni fehérre és sárgára is. Ez lenne a setupom, szerencsére mostában sikerült összegyűjtenem egy harmadik monitorra, tehát az első monitort az csak a DC-re, a chatre használom, a második monitort a játékra, az a fő monitorom, az a legerősebb és legjobb monitorom, és a harmadikat meg videónézésre és filmnézésre. Ez lenne a szék, amin játszok és ülök, én nagyon szeretem, nekem nagyon kényelmes, és ajánlani tudom csak, mert a hátam és a nyakam olyan szinten tartja, ami teljesen kényelmes, és nem fáj tőle a hátam, tök mindegy, mennyit játszok. Itt lenne a mikrofonom, amit jelen pillanatban használok. Ez egy Samsung G-Track Pro. Mellett itt található a Razer fülesem. Ez a Cat Razer headphone, és hozzá vettem egy ilyen füles tartót, mert én szeretem, hogyha csak leveszem, és utána vissza tudom tenni, teljesen kényelmes, és nem csak úgy van az asztalomon. A gépem mellett hátul, ami látszik is, ott a VR fülesem, és a DVD lejátszom, mivel sajnálatos módon a gépemben nincs DVD, és ugye mivel én nagyon szeretek filmeket nézni, ezért vettem egy külső DVD játszót, és ezt csak be kell dugni. Így néz ki a gépházam. Itt a felső szinten, ami megtalálható, az a kicsi hangfal, amihoz hozzá van kötve a nagy hangfalhoz, és ez a gamer bizé, nem tudom milyen neved, a leírásba le fogom mérni. Imádom a hangját, amilyen hangja van, nagyon jó. Mellette található a Nintendo Switch-em, mellette van az Alexa-m. Hey Alexa! How are you today? With Thanksgiving on Thursday, I'm excited to cook up some fun and also roast the turkey. Mellette található a cicalámpám. Nagyon szeretem ezt a cicalámpát, főleg azt, amelyik szint változtat. Mellette található a fő hangfal. Ezt akkor szoktam használni, hogy ha takarítok, vagy ha szeretnék úgy hallgatni videót, hogy nincs füles a fejemen. Felette van egy ilyen Harry Potteres zenedobozom. Az alatta lévő szinten pedig található a Razer mikrofonom, ugye? Mellette a HyperX-es billentyűzetem. Aha! Egyszer lehet ilyen színe. Vagy ahogy kikapcsolod és ahogy játszol, úgy változik a színe. Én azt nagyon szeretem, ezt a billentyűzetet, mert marha jó. Főleg az a része, amikor átrakod erre, és akkor ugye, ahogy játszol, mész előre, bom bom bom, használd a spelt, ulti, tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu. Mellette van a HyperX-es egerem. Ott van a Go XL audio kezelő, amit nem használok sajnos jelen pillanatban, mert a mikrofonom, amit vettem, USB-s. Későbbiek során szeretném használni, amikor lecserélem a mikrofonomat, ami USB sajnos, én nem USB végre. Mellette található a Stream Deckem. Tudom használni a Spotify-t, a mikrofonomat csak el tudom mutolni ezzel a gombbal, szóval ide azt raksz be, amit csak szeretnél. Ez nagyon hasznos azoknak, akik streamelnek. Az asztalom szélén szoktam tartani a telefonomat a telefontartóval. Vettem egy ilyen telefontartót, mert könnyebb, hogyha játszok, és ha valaki ír, csak ránézek, és akkor egyből feloldja. Legszélem van a lávalámpám és a normális lámpám, amit ha felkapcsolok, akkor nem tudom mennyire lehet látni, de ilyen színes.
Az asztalom alatt van ez a fekete doboz, ebbe tartom az összes elektronikus dolgokat, amit nem használok, például egy másik billentyűzet, másik egér. És mellette van a mini fridge, ami nagyon hasznos, főleg mivel streamelek és játszok is, hogyha megszomjazok, ugye akkor tudok belevenni kicsi üdítőket. Most jelen pillanatban energiaitalok vannak benne. Az asztalom mellett itt csak ilyen sima polcok vannak, ahol a füzeteimen tartom a kamerámnak a dobozát, és tollak, festékek, füstölők, ilyenek. És végül itt van az asztalom és a gépem mellett közvetlenül az ágyam. Én a másik macskám szól, ő sokkal jobban szeret az ágyamban aludni, vagy mellette, amikor játszok. Az ágyam felett van, az Aris külön darabos képekből van összerakva. Alatta van a loading, egy ilyen fali matrica, és alatta pedig az én képeim, amiket kinyomtattam a kedvenc karaktereimről, meg a legjobb barátnőmmel. Az ágyam mellett van a szekrényem, ami ilyen elhúzható sajtos, és tele van macska képekkel. Ez az oldal, itt van Milo, a másik oldalt meg Szól. A szekrényem tetején van egy Sword Art Online-os kard, ez például Asunának a kardja. Szóval itt van a tükröm, amiben szoktam általában fotózkodni. És itt vannak ugye bent a ruháim. Ez a section, ezek a kabátok, pulcsik, ruhák egyben. Ez az oldalt vannak a pólók, nadrágok, szoknyák, ingek. Ott vannak a cosplayjeim, ott vannak az ingjeim. Itt pedig bent a táskáim, és itt lent a cicakaja. Don't ask me. Every second spent together feels like I'm in heaven.